Most a hitelekre hivatkozva elveszik az emberek lakásai, autói. Nem engedjük, nem adjuk a házainkat, nem adjuk az autóinkat, nem adjuk gyermekeink és unokáink jövőjét. Ha mai napon még békésen mutatjuk a követeléseinket, de ez az utolsó nap, amikor szépen és békésen kértük a bankokat, hogy fejezzék be a magyar lakosság kifosztását, ezután bármi megtörténhet, bejelentés nélkül, bárhol, bármikor megjelenhetünk, és nem tűrjük nekik tovább, hogy a magyar állampolgárokat tönkretegyék. Tisztességes magyar bankokat akarunk, mert bankok kellenek, de nem kellenek uzsorás, külföldi kifosztó bankok Magyarországra. Követeljük a devizahitelek azonnali eltörlését. Követeljük a hitelkárosultak károsítását. Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány költségvetési pénzekre egyetlen egy fillért is oda merjen adni a bankoknak. A bankokat nem kell megmenteni, a bankok már kiugorázták a magyar hatóság zsebéből az utolsó fillért is, meggazdagodtak és kivitték az országból a pénzt. Ebből elég volt, aki megpróbálja költségvetési pénzből hazáruló, annak pedig meg a börtönben van a helye. Szomorú, a látható fél,